Március elején érkezett több bejelentés a Dombóvári rendőrkapitányságra, hogy önmagukat önkormányzati dolgozónak kiadva, azt ígérték a járványhelyzetre hivatkozva elsősorban időseknek, hogy 50 ezer forint illeti őket, amennyiben átadják személyes, illetve bankkártya adataikat. Az elkövetők egyébként a legendájukat a sértettek személyiségéhez, hajlandóságához, életkörülményeihez dinamikusan igazították, és ezáltal jellemzően egy személyes találkozót sikerült velük megbeszélni, és ezen a találkozón több esetben sor került a sértettek bankkártyájának, PIN-kódjának, illetve személyes adatainak az átadására, amelyel később keretösszegnek megfelelő készpénzt vettek le ATM automatákról. Az elkövetők hárma voltak, és mindannyian a rendőrség vendégszeretetét élvezik már. A bűncselekmény összkár értéke 900 ezer forint. Gábor Zoltán, a Dombóvári Kapitányság bűnügyi osztályvezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy a bankkártyák adatait semmiféleképpen ne adják ki idegen személynek, és a biztonsági kódot ne hordják közös helyen magával a kártyával. Az eset arra is rámutat, hogy a személyes adatgyűjtésre vonatkozó megkeresésekkor meg kell győződni a keresőszerv hitelességéről is.